biztosítékot adnak, hogy a gazdaságos termelés hosszú távon fennmaradhasson. Köszönöm meg tisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszólása következik. Zakó László képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A három előttem szólóból kettő személyes motivációval kezdte a felszólalását, akkor én csatlakozom harmadikként. Farkas Sándor képviselőtársam által említett Fábián Sebestyén 4-es fúráspontnál jártam. Én akkor Szegeden a kőolajkutató vállalatnál dolgoztam. Mi fúróberendezésünk volt. Farkas képviselő úr súlyos balesetnek írta le, hát pontosítom, halálos baleset történt, és Kis Sándor, volt kollégám, főfúrómester, életét vesztette a kitörés során. Erős ember volt, de a kútból kitörő nehéz vascsöveknek nem tudott már ő sem ellentelni. Ezúton is emlékezem meg róla. Azzal kezdem, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom támogatja a törvényjavaslat elfogadását, viszont tele vagyunk kérdőjelekkel. Mi nem csak ezt a három évet szánnánk a mezőgazdaság támogatására, geotermikus energia vonatkozásában is, ennél többet, viszont azért a probléma annál sokkal szélesebb, mint ahogy itt most itt egy kicsit anekdotázva beszélünk a termálkutakról. Ne felejtsük el, hogy az a víz, amiről beszélünk, az évmilliók alatt alakult ki olyanná, olyan összetételűvé, olyan hőmérsékletűvé abban a rétegben, ahol most van. Mi pedig úgy vesszük el ezt a termál vízkincset a földből, hogy bár mérések folyamatosan történnek szakcégek részéről, de legyünk őszintén, nagyon nem tudjuk, hogy mi zajlik odalent, ember még nem járt odalent. Különböző mérési módszerek, kutatási módszerek természetesen vannak. Itt kell, hogy elmondjam egy kis Parányi Varga betűvel, hogy az országot már 10-szer bejárt az az e-mail, ami a makói földgáz kincs külföldiek által történő elrablásáról szól, az ország kifosztásáról, miközben ott számításokkal akarják igazolni, hogy az a gázkincs az Magyarország hány évi nemzeti jövedelmének felelne meg. Igen ám, csak arról feledkezünk meg, hogy az a gázkészlet, amiről beszélünk most Makó esetében, az a kor mai technológiai színvonalával kitermelhetetlen. A kanadai cégnek is beletört a bicskája, tehát nem úgy kell fölfogni, hogy azt vitte volna és eladta volna holmi némi bányajáradék fejében, hanem beletört a bicskája, kiszedhetetlen. A vízkészlet tekintetében jobban állunk, mert sekélyebb mélységben van, jobban ismerjük, közelebb van hozzánk, a hőmérsékleti nyomásviszonyok is barátibbak, mint mélyebben. A mezőgazdasági vonatkozásról majd Magyar Zoltán képviselőtársam szót fog ejteni. Én csak annyit mondok, hogy valóban méltányolandó a több tízezer mezőgazdaságból élő és az üvegházó fóliából termelésből élők támogatása. Ugyanakkor bízunk abban is, hogy majd ezek a kedvezmények valamilyen módon a piaci folyamatok által azért majd a piaci árakon is majd meglátszanak. Van amúgy még egy környezetvédelmi vonulata is ennek a kérdésnek, erről majd Büdes Barna képviselőtársam is fog szót ejteni, és hát van egy műszaki, geológiai, gazdasági vonatkozása is. Ne felejtsük el, hogy az a víz, amiről beszélünk, az amilyen jót tud tenni felszín alatt, rétegekből kihozva a magas hőmérsékleten, néha már teher lehet a számunkra, amikor azt el kell helyezni. Könnyen mondjuk, hogy, és ez így is van, hogy Szentes térségében csodálatos madárvilág, nádas, szép tórendszer alakult ki, szinte Kis-Balatonéval mérhet össze az a pezsgés, ami ott található. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy nagyon sok vízkút hajdan volt szénhidrogén kútból lett átképezve, vagy szénhidrogén fúrásra meddőkút lett átképezve vízkútra. És hát tapasztalatból is tudom, hogy nem volt ritka, főleg a régi kommunista műszakban végrehajtott, vagy hogy mondják, milyen munkaversenyeket hirdettek, hogy a szegedi bányászati üzem egy év alatt 40 ezer métert fog lefúrni versenyben a többi üzemmel együtt, és ebben a nagy kapkodásban bizony nagyon sok cementpalást hibás kút is sikeredett a térségben,
amit lefordítva úgy kell értelmezni, hogy a rétegek, ugye fúrással átharántoljuk egymással a különböző rétegeket, és ha nem megfelelő módon cementezzük ki ezeket a rétegeket, akkor vagy még frissiben akkor, vagy évek, évtizedek múlva ez a cementfalást sérülés miatt a mély, ebben fekvő, esetleg adott esetleg teljesen más rétegből jövő szénhidrogén fölszivárog a később víztermelésre fogott kút palástján, és észrevétlenül elkezd olajosodni a termálvíz. Na most már, ha mi, hogy mondjam, ellenőrzés nélkül, vagy egy kis könnyítéssel ezt a termálvizet kicsit lezserebbül kezelve hagyjuk szabadon folyni szabad vizeink felé, és egy ilyen cementpalást hiba bekövetkezik, akkor sokszor már késő a cselekvésre az az idő, ami rendelkezésünkre állna ahhoz, hogy ezeket a környezeti károsodásokat megszüntessük. Tehát nagyon nagy odafigyelést igényel ez az egész technológiai folyamat. Úgy érzem, hogy mi most bujocskát játszunk az Európai Unióval, miután az Európai Unióban nincsen egységes jogalkotási rend a termálvíz kezelésével, visszasajtolásával kapcsolatban. Mi most ezt a kis jogalkotási, uniós jogalkotási vákumot használjuk ki. Én azt mondom, hogy akár helyesen, mert jó magam is a frakciónk gyakorlatilag nagy ívben tesz, vagy tenne az uniós jogszabályokra. Ugyanakkor mi azért megkérdezzük, hogyha most megrázná magát a brüsszeli apparátus, és fölfigyelne a mai döntéshozatalra, és valamilyen üzleti érdeke úgy kívánná valami erős tagállamnak, hogy már pedig ő itt technológiával bekívánna vonulni, és ő szeretné ezt kicsikarni, persze majd a mi pénzünkön, vagy a nekünk juttatott uniós forrásból egy olyan műveletsort, aminek az eredményeképpen bebizonyítják, hogy Magyarországon igenis vissza kell sajtolni, akkor rögtön visszavonatnák ezt a törvényjavaslatot, és akkor ott állunk, ahol eddig is, hogy mindenki bizonytalanságban tengeti az életét. Úgy gondolom, hogy megérett a helyzet, hogy a Magyarország gyűlésben törvényt alkossunk a megújuló energia felhasználásáról, ami nagy átfogó törvényjavaslatnak kell, hogy legyen, ami különböző szegmenseit is részleteiben tárgyalná ennek a jövőnk szempontjából rendkívül fontos szakterületnek. Végig az Alföldről beszélünk, ahol valóban a homokkő rétegekbe, felső pannon homokkő rétegekbe nehéz, gyakran lehetetlen a víz visszasajtolás, illetve olyan energia igénye van, amely egyszerűen már gazdaságtalanná teszi ezt a folyamatot. De ne felejtsük el, hogy azért Magyarországon vannak repedezett mészkőtárolók is, ahol ilyen magyaros szlogennel, vagy szlenggel mondva, nyeli a vizet a kút, mint kacsa a nokedlit. Azért egységesen felmentés adni a vízvisszasajtolás kényszere alól egy kicsit, hogy mondjam, könnyed kezelése a problémának. Az, hogy a geotermikus gradiens Magyarországon a világátlagnak majdnem a kétszerese, tehát sehol nem kell olyan sekély mélységre lemenni ugyanakkor a hőemelkedéshez, ez egy gazdasági erőforrásunk is lehet, amivel jól kell tudni sáfárkodni. Én úgy gondolom, hogy a mindenkori kormányzatoknak kell az adott évi költségvetésben komoly fejezeti pénzeket szánni a geológiai, geotermikus, geofizikai mérésekre, kutatásokra, mert most a ismeretlen nagyból veszünk el, néha nyakló nélkül is, és nem tudjuk, hogy milyen változásokat váltunk ki a Föld mélyében. Abban is biztos vagyok, hogy az az ökológiai lábnyom, amit ez a mezőgazdasági célú felhasználás jelent a geotermális energiából, ez elbújik sok más környezetszennyező technológia mellett, de úgy gondolom, hogy nem duskálunk annyira a természeti kincseinkbe, hogy csak rövid távon oldjuk meg ezt a problémát. Maradjunk a számoknál. Az Árpád Agrár ZRT, ami ugye Szentesen egy meghatározó nagy termálvíz felhasználó, a maga 20 kutyával éves szinten 22 millió köbméter gázt vált ki, amit nem tüzelnek el, mert ezzel a hővel tudják az üvegházaikat fűteni. Ennek a széndioxid kibocsátási
egyenértéke 23 ezer tonna. Tehát komoly számokról beszélünk. Én tudom még egyszer mondani, támogatni az előterjesztésben foglaltakat, de akik a szigor hozzák, vagy a szigorú eljárás mellett vannak kormányzati körökben, vagy lesznek majd 3 év múlva, azokat innen is most kérem föl, hogy akkor is ilyen szigorúan járjanak el a környezetszennyezés ellen, amikor a szolgálati Audi A8-ast szerzik be, és üvegpalotákat építenek a belvárosban, annak összes energiapazarló következményével együtt. Mi lesz 3 év múlva? 3 év múlva egy másik kormány lesz vélhetően, és a problémával újra szembesülni kell, újra tárgyalni kell, és a helyzet semmit sem fog változni. Én azt mondom, hogy azok az évmilliók, amik elteltek azóta, amióta ez a felszín alatti vízrendszer, összefüggő vízrendszer kialakult, ahhoz képest az a 2-3 év, amiben most egy kis könnyebbséget engedünk, az kimutathatatlan, de a probléma 3 év múlva is fönnáll. Szeretném, hogyha végleges megoldás történne, és segítenénk azokat, akiket belekergetünk egy ilyen vízbesajtolási folyamatba. Beszéljünk forintról is, számokról. Az a vízkészlet járulék, amit mondjuk egy vízkitermelés után kell fizetni, annak köbmétere pillanatilag 4 forint 50 fillér. Az a gazdasági szorzó, ami attól függ, hogy milyen célra használják a termálvizet, az egy mezőgazdasági felhasználás esetén pillanatilag 7 forint 50 fillér, miközben egy termálfürdőnél 5 forint. Nem a termálfürdőktől sajnálom, csak hátrányos megkülönböztetésnek tartom a mezőgazdasági vállalkozókkal szemben. Az a napi akár 1000 köbméter termálvíz kitermelés, ami jellemző egy ilyen alföldi jól termelő kútra, annak a fűtési szezonra számolva, tehát nem is egész évre, hanem fűtési szezonra számolt 200-220 napra számolva, ez 7 millió forint, csak amit fizetnek egy kút után, a vízkivétele után. Amit eddig vissza kellett volna sajtolniuk, ami alól most fentességet kapnak, de a vízvisszasajtolás, ha menne, mondom, pont ott, ahol amiről beszélünk, nem megy, de ha menne, akkor az legalább egy 20-25 kilovattórás energiafelhasználással járna. Én azt összeszoroztam, ugyanez alatt a fűtési szezon alatt az már 5-6 millió forintba kerül. Tehát ha elengedi és kiveszi, akkor 7 millió, ha visszasajtolja, akkor csak az elektromos szivattyú teljesítmény, semmi más nem számoltam, az 5-6 millió. Nagyon nincsenek is érdekeltétéve a víz visszasajtolásra. És akkor még ott van az a kút, amit le kéne fúratniuk ahhoz, hogy tervezett módon a vízbesajtolás megtörténjen. Egy ilyen kút mai árakon számolva 100-150 millió forint. Egyszerűen képtelenség ilyen terhet rárakni a mezőgazdaságban élők vállára. Az államnak a maga részéről is illene kivenni a részét a támogatásban. Valamilyen hozzájárulást kellene már fizetni mondjuk egy villanyszámlában a vállalkozásoknak ahhoz, hogy ha már hozzájárulnak az ózonjuk védelméhez, vagy nem tágításához, vagy egyáltalán a rezervoár mechanikai szinten tartáshoz, a rétegnyomás fenntartásához, a víz utánpótlásához, akkor valamilyen módon segítsék anyagilag is azokat, akiket majd belehajtanak a víz visszasajtolásba. És módosító javaslatot fogunk beadni. Mi majd szeretnénk, hogyha majd visszasajtolásra lesznek kényszerítve a vállalkozások, akkor a vízügyi szakhatóságok állapítsák meg, hogy mely kutakra írja ezt elő, mert úgy gondolom, és szakemberekkel is konzultáltam ez ügyben, hogy a kitermelésnek a 70%-ában, ha meg lehet határozni a visszasajtolási képességet vagy ütemet, akkor ott elvárható egy vízvisszasajtolás. 20-30% mellett, ami a legjobb érték az Alföldön, ez elképzelhetetlen. És van egy törvényjavaslatnak egy melléklete, ahol egy definíció szerint kizárólag energiahasznosítási célú termálvíz hasznosítása mezőgazdasági termelés területén, 2. olyan termálvíz hasznosítása, ahol a hasznosított geotermikus energia több mint 50% a mezőgazdasági termelés szolgálja. Én úgy gondolom, hogy ezt föl lehetne csempészni magasabb értékre is, mert milyen más energetikai célú
cél szolgálna egy víztermelés, egy mezőgazdasági vállalkozásnál, mint hogyha nem a fűtésre használja. Ha továbbadja fürdőknek, akkor már alacsonyabb lesz a gazdasági szorzója, miután fizetnie kell, miközben a fürdőknek teljesen jogosan nincs olyan kényszerük, hogy visszasajtolják a kutat. Egy percet még kérek, elnök úr, és akkor... Igen, képviselő, akkor egy percen meghosszabbítva. Mert azok a baktériummal erősen szennyezett vizek, amelyek a fürdőben keletkeznek, azokat valóban nem javasolt visszasajtolni, még akkor se, ha olyan helyen van a fürdő, ahol erre a geológiai adottság megfelelő lenne. Egy szó, mint száz, megismétlem, hogy támogatjuk a javaslatot, de tele vagyunk kérdőjelekkel, amelyekre szeretnénk a választ majd azért megkapni a közeljövőben, hogy az állam hosszú távon hogy gondolja ezt az egész vízbesajtolásos kérdést, és az unió jogharmonizációjához majd milyen bokacsattogással fogunk viszonyulni, hogyha előbb-utóbb ezt napirendre tűzi. Az unióban a legjobb tudomásom szerint csak Lettországban van ilyen vízvisszasajtolási kényszer. Hát ne akarjunk a HACCP rendszerhez hasonlóan mindenben élen járni, ami a vállalkozók terheinek növelését illeti. Egy kicsit gazdálkodjunk mi magunk akarata szerint. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Jávor Benedek, az LMP képviselő.